Szeretettel köszöntünk a harmadik egyesületi napokon, amit a Balatonszentgyörgyi és Vidéke Horgász Egyesület szervez a Balatonszentgyörgyi csónak kikötőben. Üdvözöljük a megjelent egyesületeket, egyesületi tagokat. Már szeretném, hogy balról az erzsikéjék húst sütnek jobban mondva. Jónva, itt, keverik jobbra-balra. Pincápöltölt? Igen. Legalábbis annak indul, jó. Itt a másik nyugdíjas egyesület, babos káposztát. Mi a Horgász Egyesület pörköltet nokedlival főzünk, de kicsit másképp formában, halászli formájában. Mindenkit megkérek arra, hogy szigorúan érezze jól magát, mivel ki kell használni jó időt. Jó időt, essék sétálni a kikötőben, el lehet menni erre jobbra, a régi kikötő fele, a táj szép adott, tessék megcsodálni. Hát mit mondjak még? Tessék főzni, és végig fogom kóstolni az összes... Azt nem mondom, hogy ebédet, vacsorát, a kettő közötti estebédet. Az ital fogyasztása mértékkel, főleg a szóra, meg az üdítő. A sofőrök azok vigyázzanak, azok ne igyanak semmit. Csak üdítő. Hát egyelőre ennyi, majd később, olyan 4 óra körül talán megföl minden, akkor most majd eldöntjük, vagy előtte, vagy utána legyen valami kis beszéd megint. Nagyon szépen köszönöm a szót, érezzék jól magukat!
mindenkinek jó étvágyat kívánunk. Szeretünk kenyeret és kenyeret csak mértékkel. Nem mintha nem lenne, de ahol nem kenyeret jöttünk enni, a legközelebb zsíros kenyeri fesztivál tartunk. Akkor mindenkinek jó étvágyat kívánok. Hagyományoknak megfelelően most is pizzát sorsolunk a résztvevők között, a Figi Centrum, a Szokodi, és a harmadikban a Csillagvár étterem, és a Gulyá Csárda felajánlásával, és plusz-pluszban még a Horvász Egyesület saját programban. A polgármester úrtól újabban kérünk 1-től utolsó 79-ig, tehát majdnem voltam 80-an, egy darab számot. Itt vannak segítségek, hívtam három kis hölgy segítséget, akik jobban tudnak olvasni, mint én. Kérünk egy számot. 36. 36. Kevés. Kozma Miklósné. Ezt nem én olvastam. Ezt nem én. Talán lefizetted itt a csajokat. Légy szíves ebből. Egy süteményt kaptak csak. Csak. Ebből kérünk egy húzást. Tessék kibontani, és hogy kiajánlotta fel neked a pizzát. Csillagvár étterem, Szokodi Zsolt. Köszönjük szépen! Kérünk a Polár Elmesterültel egy másik számot is. 64. 64. Talán akkor születtél. Akkor 63. Köz... 64. Varga János. Bunda. Jani, erről nem volt szó. Na, kibontani. Újra Csárda. Kibontani. Mindenki kibontja, légy szíves, te is. Oké. Én még olvasni is tudok. Egy darab 32 centis pizza. Felajánlotta. Újra Csárda. Újra Csárda. Köszönjük szépen a nagybarát. Gratulálunk. Gyere jövőre is. Polgármester úr, megint rajtad a sor. 16. 16-os. Kozma Mónika. Milyen ügyesen állsz hozzá? Milyen lesz a 64-a? Nem semmi. Holnap pizza nap lesz, megyünk-e? Megyek ám én is. Na, tessék húzni egyet. Kibontani. Hát, mert segítünk itt, annyian vagyunk segítségek. Piki Centrum. Köszönjük szépen, Piki József. Jó étvágyat kívánunk a pizzához. Megyek ám holnap én is. Hova? Pizzázni. Hozzá? Hol is? Polgármester úr, még egy számot. Gerencsér Máté. Aki nincs itt, annak hozunk helyette másikat. Húzzál egyet, az egyik kezed szabad. Úgy is mondhatnám, hogy farkas szemet nézzük. Na, csajok, segítsetek neki. Köszönjük szépen a segítséget. Fölolvasni. Gulyá Csárda. Gulyá Csárda. Köszönjük szépen Nagy Balázsnak a pizza felajánlás. Még mennyi van? Polgármester úr. 25-ös volt. 25-ös nem volt. 25-ös. Bokányi Balázs. Jó, szóval Bokányi Balázs. Az Istenere. Te is szereted a pizzát? Jóli néni, a fő nem is csinál. Jóli néni. A Szoki, Csillagvár étterem pizza.
Köszönjük szépen, Szopja, a felajánlást, gratulálunk, Balázs. Azért meg nem magok, hogy egy pizzától. Nem, megosztom, megosztom. Jó, szerencsét. Polgármester úr. Négyes volt. Négyes. Négyes. Kemény. Robert. Irok Robert. Ivo. Ivo Robert. A vicce mester szakács. Gulya csárda bérté. Lányok, ezt ti olvassátok. Hagyjátok, ki tudom mondani. Gulya csárda. Gulya csárdától egy kívánság bizza. Kérjük, köszönjük szépen Nagy Balázsnak a felajánlást. Ó, még mindig van pizza. Polgármester úr, számot várunk. Egyes. Egyes! Egyes! Bartonok! Ki érkezett el akkorábban? Marton Tiborné. Marton Tiborné. Lemaradtál. Te lettél a második. Kérünk egy húzást. Kivontani. Piki Centrum étterem. Kívánság mint pizza a Piki Centrumból. Köszönjük szépen, Józsi. Legközelebb majd jövőre is, reméljük. Várjuk a polgármester úrtól a következő számot. Egy pillanat, ezen gondolkodnom kell. Hát, még van kettő. 27-es. 27-es. Vesenszki József. Józsi bácsi! Józsi bácsi! Gyere, gyere! Gyere, gyere! Mekkora pizzát kész? 32-esek vagy 28-asek? Melyiket szereted? Mindegyiket, akkor jó van. Húzza, a kettőből húzza egyet. Piki, Piki Centrum. Köszönjük szépen. Ma megint. Köszönjük szépen, Piki József. Még egy pizza maradt kisorsolásra. Itt most én nem szeretnék számot mondani, hanem egy kérdést szeretnék föltenni, hogy valakinek föltűnhetette, hogy a kisorsolt számok között van-e valamilyen érdekes összefüggés. És ha már van összefüggés közte, akkor melyik az a szám, amelyik is illik ebbe a sorba? Igen, most felsoroljuk. Én most felsorolom a kisorsolt számokat. Párat van, ha igen. 1-25-16. 1-25-16. A családból mondtad a számokat. Ki mikor született? Nem akarok poékozni, de nem a legkisebb kételjű bűncám. Az első 7 szám, az mindegyik négyzetszám volt. És az utolsó, ami kilógott a sorból, az egy köbszám volt. Elnézést kérek az okoskodásért. Azt hittem, hogy valakinek föltűnik, hogy ugye az önmagában szólt számoknak a sorozata. Köszönöm szépen, tehát akkor senki nem járta meg ezt a fordulót, akkor újabb számot kell. De 79-ig vagyunk, ugye? Ajjajjaj, még egy 81-es. Nagyon nagy hiba. Akkor... Hozzunk két ember. Akkor legyen a 8-as. Kardos Janka. Hoppá, segítség! Csillagvár étterem, 32 cm-es pizza, Szokoti Zsolt, köszönjük szépen! A 8-as, a 8-as az nem 4-as. Az nem. Na, van még egy borítékunk azért, igaz, csajok?
csajokkal megeszik. Jó, semmi gond. Kérünk még egy számot. Egytől 79-ig. Hát akkor legyen a legkisebb. Legyen a legkisebb kétjegyű prímszám. Az melyik? Nem a tegozzó. A 11-es. László Istvánné. Jó mondom? Adom a mikrofont. Egy darab fagyasztott pontja felajánlás a Balaton-Szentgyörgy és vidéke Horgász Egyesülettől méret korlát nélkül. Akkora mekkora van a hüttővel? Lehet 5 centis. Azért annyi kicsivel nagyobb szokott lenni. Köszönj! Ott a telefonszám, bármikor odaadom. Hát elviszem, én csak tessék felhívni. Jó, hallod, jó. Köszönjük szépen a polgármester úrnak, köszönjük szépen a fiatal csajoknak itt a segítséget, de megfűztek, hogy tartozok nekik egy pizzával, pluszban. Megígértem nekik, megkapták. De jövőre szigorúan el kell jönni. Laci, köszönjük szépen a segítséget. További szép napot, remélem mindenki jól lakott, jól érezte magát, most még nem szabad elmenni, majd ha sötétedik.